Köszöntöm nézőinket! A NAV idén nyáron is kiemelten ellenőrzi az üdülőhelyeket, a nyugtalanási tevékenységet, illetve azt, hogy hogyan foglalkoztatják a dolgozókat. Erről beszélgetünk Krisztinával, a NAV Baranya megyei sajtóreferensével. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Melyik a leggyakrabban elkövetett mulasztás? Még mindig a nyugtalanítás elmulasztása a leggyakoribb mulasztás. Itt arra kell figyelni az adózóknak, illetve a vendégeknek, akik kapják a nyugtát, hogy szabályos nyugtát kapjanak. Még mindig nagyon gyakori a pincérblokknak a használata. Ez egy olyan bizonylat, amely nagyon hasonlít kinézetre a nyugtára, de például hiányzik róla a pénztárgépnek az azonosító kódja. Tehát ránézése olyan lehet, mint egy nyugta, de semmiképpen sem szabályos. A pincérblokk egy készlet nyilvántartó bizonylat, előszeretettel használják elsősorban vendéglátó helyeken, és abban az esetben, hogyha a vendég emeli a pincérblokk mellé nem kap egy szabályosan kiállított nyugtát, akkor feltételezhető, hogy ez a bevétel ez nem kerül be a nyilvántartásba. A szabályos foglalkoztatást hogyan ellenőrzik? A diákmunkásokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak a foglalkoztatást illetően, mint a felnőttekre, kivételt képez a diákszövetkezeten keresztül végzett munka. Minden dolgozót a munkába állás előtt szabályosan az adóhivatal felé be kell jelenteni. Abban az esetben, hogyha ez a bejelentés nem történik meg, akár 1 000 000 forintos mulasztási bírsággal is sújtható az adózó dolgozónként. Abban az esetben, hogyha mulasztott a munkáltató, akkor felkerül a be nem jelentett dolgozókat foglalkoztató adózók listájára, és esetlegesen a megbízható adózói státusza is törlődik. A dolgozók hogyan tudják ellenőrizni a foglalkoztatójukat? Az ügyfélkapun keresztül tudják megnézni, hogy megtörtént-e a szabályos bejelentésük, minden egyes foglalkoztatóra vonatkozóan vannak itt adatok. Abban az esetben, hogyha még így is bizonytalanok a munkába állást illetően, akkor az adóhivatal honlapján nagyon sok olyan adatbázis van, amelyből ellenőrizhető a munkáltatónak a megbízhatósága. Így például a be nem jelentett foglalkoztatottat alkalmazók listája, vagy pedig a hátralékos felszámolás végrehajtás alatt álló adózóknak a listája. Hogyha ezen a listán szerepel a leendő munkáltatója, akkor mindenképpen kockázatos a munkavállalás náluk. Köszönöm az információkat. Köszönöm. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.